Minden jel arra utal, hogy még hosszú nyarunk lesz, marad a jó idő. Azonban ebben a nagy melegben ügyelni kell az egészségünkre, és megfelelően kell hidratálni. Erre a Székesfehérvári Kríziskezelő Központ munkatársai is nagyon figyelnek. A menedékhelyeken és szállásokon egész nyáron próbálják megteremteni a megfelelő körülményeket. Hála Isten, vannak, főleg a Sörháztéren, ahol nagyon sok emberünk van, a nappal melegedő, például klimatizált, és ott az emberek könnyebben elvoltak a kollégák irodája mellett is, tehát ott a nappali melegedő folyamatosan tele volt egy-egy hőségriadó vagy vöröskód idején, ugye a nyári időszakban. Így egy kicsit talán könnyebb volt ezt átvészelni, már jó régóta ez biztosított itt az intézményben, úgyhogy erre így tudtunk készülni. Mivel azonban a meleg még ki fog tartani egy ideig, továbbra is a nyári férfi ruhákra van a legnagyobb szükség. Így szeptember közepéig a Székesfehérvári Kríziskezelő Központ ezeket várja adományként a hajléktalanok számára. Várunk kifejezetten nyári időszakhoz alkalmazkodó ruhaneműket, itt például a pólóra, atlétára gondolok, edzőcipőre, papucsra, törölközőre, rövid nadrágra, és megköszönjük az eddigi adományokat is, de megkérnénk az a leendő adományozókat, hogy kifejezetten csak az ilyen jellegű, jó minőségű, de használt ruhaneműket, ha el tudják juttatni hozzánk, azt megköszönjük, de más nem tudunk gyűjteni, mert tele van a raktárunk őszi, illetve elsősorban téli cuccokkal. Az adományokat a Székesfehérvári Kríziskezelő Központ a Sörháztér 7 szám alatt várja, minden nap 8 és 18 óra között.